Idén is megrendezésre került a rockzenekarok fesztiválja Szexáron. A tavalyi évben még csak egy napos rendezvény, a 2008-as évre már két naposan nőtte ki magát. A 16 zenekar többsége amatőr banda volt, de akadt több olyan együttes, akik már 10 éve együtt zenélnek. A rendezvény főszervezőjétől, Dajka Tibortól megtudtuk, hogy a zenekarok örömmel fogadták a meghívást a rendezvényre. Meghívásos alapon működött a dolog, de gyakorlatilag elég volt egy pár zenekart meghívni, akik továbbadták a dolgot, az mert mindenféle kritérium nélkül a Szexádi Zenekarok Fesztiválja minden szexádi zenekart felléphet, aki jelentkezett. Tehát ez profizmustól független. Az utóbbi években a rockzene varázsa megkopni látszik, a fesztiválok mindig jók arra, hogy a műfaj kedvelői egy nagyot tombolhassanak, valamint a számaik bemutatásával a karrierjükben is egy nagy előrelépést tehessenek. A bandák jövőre is készülhetnek, ugyanis ha minden jól megy, 2009-ben is megrendezésre kerül a rendezvény. Tradíciót akarunk mi a szexádi zenekaroknak csinálni, és jövő évben is. Nem hiszem, hogy bármi elkeserítene, ami megfontolásnak. A tárgya lenne a dolog. Zenekarok milyen előrelépést várhatnak a fellépésektől, illetve van-e rá esély, hogy itt valaki felfedezi őket? Hát esély mindenhol megvan a zenekarok számára. Gyakorlatilag honlapon lett hirdetve a rendezvény, és a zenekaroknak is saját honlapjaik vannak, ahol ez felkerült, és hát reméljük, hogy lesz valaki a közönség soraiba, aki felfigyel, és különböző ajánlatokat tesz egy zenekaron. Egyesek szerint a műfaj haldoklik, ám Acélos Balázs szerint a legújabb magyar zenecsatornával a rockzene kedvelői többet hallgathatják és láthatják kedvenceiket a képernyőn. Ám más tekintetben semmilyen jó hírekkel nem lehet szolgálni a zenekarok részéről, a lemezeladásaik nagyon gyengék. Úgy látom, hogy mondjuk van egy olyan zenetelevízió, akik sokáig csak külföldön voltak, és most Magyarországon is van, 3 bet és ugyanaz a rövidítése, mint a Királynak, és ott úgy látom, hogy eléggé szeretik. Tehát délelőtt 11-kor heavy metal zene van, aminek én nagyon örülök, ezen kívül pedig úgy látom, hogy lemezeladásoknak vége van, tehát abszolút, van egy ismerős meg kiadónál, meg hát a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy nem az, hogy felesleges egy CD-t kiadni, de inkább szerintem mindenki letölt, mert nekünk is, hát most jelent meg márciusban a lemezünk, előtte meg 2003-ban, és ég és föld, tehát hogy mennyit vesznek belőle, meg hát minden zenekar ezt elmutatja magáról, szerintem inkább töltsék le, meg járjanak el koncertre, de a rockzene az örök és elpusztíthatatlan. A Fülge Róka Lábak Együttes már abban a szerencsés helyzetben van, hogy az ország nagyobb zenei fesztiválján is felléptek. Igyekszünk sok helyen játszani, mondjuk pár nyári fesztiválon valamiért minket nem szeretnek. Van egy bizonyos szervező brigád, akiknek hiába szólok, hogy mi nagyon szívesen mennénk, nem mehetünk, de szerencsére Szigeten meg Efoton meg pár nagyobb bulin rendszeresen szoktunk játszani. De mondjuk, tehát mi most már 10-valahány éve zenélgetünk. Úgy gondolom, hogy eléggé szerencsénk van, mert vannak olyan zenekarok, például egy Szexádon is, akik nagyon régóta csinálják már, és sajnos nem sokáig jutnak el. Nem mondom, hogy mi már ott vagyunk, ahová mindenki szeretné jutni, de sokkal szerencsébb helyzetben vagyunk. A zenekarnak sikerült már egy videót is forgatnia, amit a rajongók rövid időn belül a tévében láthatnak majd. Az együttesnek a jövőben rengeteg terve van, de a tagok egyéni érdekeit sem szeretnék elhanyagolni. Most forgatunk múlt szombaton egy videoklipet Kezd helyen, és ezt minél hamarabb, minél jobbra meg szeretnénk csinálni, mondjuk nem annyira tőlünk függ, mert más vágja. Szerintem egy hét múlva talán kész is lesz, és akkor majd felhívlak, hogy hadd menjünk a televízióba egy interjú erejéig, és hadd mutassuk be a klipet a tévénézőknek. Aztán ezen kívül pedig szeretnék új számokat írni, ami nagyon nehezen megy. Szeretnék egy barátnőt magamnak, ma este szerintem még kacsintok a színpadról a csajoknak, hát hogy visszakacsintanak, akkor jó, hanem akkor meg ugyanaz van, mint eddig 10 év alatt, szomorúan ülök majd a sarokba, és csomagolom el a gitáromat. We'll be right back.
milyen lehetőség ez az amatőr rockzenekaroknak a mai rendezvény? Remek mindenképpen, mert szerintem a fiatalabbakat megnéz egy csomó osztálytársuk, ami jól szokott lenni. Még tavaly nem voltak, vagy tegnap, mert ugye most két napos a fesztivál, tavaly többen voltak szerintem, mondjuk ma még lehetnek annyian, mint tavaly, a tegnapi napon szerintem így nem az, hogy kevesen voltak, de lehettek volna többen. Jó, tehát szerintem szükség van egy ilyenre, hogy fellép az összes szexuális zenekar, és akkor mindenki itt van. Legalábbis szeretnénk, hogy mindenki itt lenne, mármint mind zenekar, mind néző. Több zenekar szeretne külföldön játszani, mert úgy gondolják, ott nagyobb teret kap a rockzene. A Chaos of Disorder nevű zenekar is hasonló terveket szöveget. A zenekar 99-ben alakult. A 99 volt az első koncertünk, most már lassan 10 éve vagyunk. Három anyagunk jelent meg eddig. Az első demónk 2000-ben, utána egy 2002-ben és most 2007-ben egy 3-számos promóciós anyag. És fél éve van egy új dobosunk, László Norbert. Mind nagyjából ennyi. Fél éve vagy a zenekarban, milyen érzés neked egy, mondhatom, hogy híres zenekarban játszani? Hát jó, igen, jó fejek a srácok, és igen, és hát én nekem ez a stílus, ez mindig is közel állt, úgyhogy ők kerestek meg, és így mázlim volt velük. Szeretnénk, hogy őszintén elmenni külföldre, kijutni külföldre, vagy esetleg egy kiadói segítséget igénybe venni, az egyelőre egy elég nehéz.